Sziasztok, én Ádám vagyok, és elérkeztünk egy újabb Minecraft túlélősorozat videóhoz, részhez. Ez már a 21. ha jól számolom, és hát ebben a részben valószínűleg nagyon sok mindennel fogunk haladni, mind elcsántolás terén, mind uh, még egy meglepetéssel, amit mindjárt meg is mutatok. Gyorsan visszakapcsolom, hogy uh, lássatok ti is valamit, és uh, hát szereztem egy házi állatot. Mutatkozz be, kérlek. Szóval uh, van egy ilyen Uh, achievementünk, hogy egy zombit kell meggyógyítani és uh, és hát szerintem ezt tökéletesen meg tudnánk valósítani most, uh, most ugye ez be van fogva és legalább ez az achievement is meg lesz kell hozzá egy aranyalma ugye, meg egy gyengeség itala A szép volt uh, azt gyorsan visszarakom, úgy, egy gyengeség ital kell hozzá, ami szerencsére elvileg minden nyers anyagunk megvan. A gyengeség italt azt mindjárt megnézem, hogy hogy kell elkészíteni, és akkor igazából nyomhatjuk is, és hát alakítsuk át falusi válsz a zombit. Szerintem hasznos is lesz, illetve hát haladunk az a szóval te király. Na még meg is, hogy mi kell ugye a gyengeség italához, egy erjesztett pókszem, amit ugye hát kell hozzá gomba meg pokszem, szóval az a probléma, hogy gombából nekünk nincsen, szóval gyorsan elruhanok is, és szedek egy párat, ha jól tudom, akkor erre lesz egy, egy olyan rész, nagyon remélem, hogy jó irányba jöttem el. Egy ilyen extrém bajom kell nekünk, és, és akkor ott elvileg kell, hogy legyen egy sötét erdő, Na az a helyzet, hogy elindultam az egyik irányba, hogy megkeresem azt a gombás viszont, hogyha elhagyom ugye a csánkot, akkor e, hát, elszpónolnak innen ugye a szörnyek, szóval, e, hát esélytelen volt szinte így, hogy nem volt gombánk, ugye itt nem volt gomba, mert akkor viszont mérgesítettem volna, jó nem volt, szóval e, hát ez sajnos sőtbe ment, mert nem volt gombánk. Az a probléma, hogy nem is nagyon tudtam volna vele mit kezdeni, mert e, mert gombára mindenféleképpen szükség volt uh, viszont igazából nincs csakunk csüggedése ugyanis uh, ugyanis uh, lesz még bőven lehetőségünk arra ilyenekből úgy is azért egy a gyakran szpónal. most viszont szeretnék készíteni egy uh, védelm négyes es gémán sisakot, remélhetőleg kapunk bele légzést ugyanis majd egy vizlatli templomot is szeretnék meglátogatni a törhetetlenséget kapcsunk csak mellé hát annak annyira nem örülök de de azért jól állunk igazából már ezzel a full védelem 4-es szettel. Mert három dolog is készen van belőle. Ö, megnézem gyorsan, hogy most milyen enchantok jönnek. Hogy esetleg érdemes elmenni az élesség három. Hát ez gyenge. Mondjuk hozzanatnék egy ilyet is. Illetve akkor még a csákányt is megnézem. Azt mondja, hogy így. Azt gondolom itt lesz az eszközöknél. Így van, ide áttettem. Oké. Okay. Íj és törletetlenség 3, az se a legjobb. Nyilván csákány hatékonyság 4. Hm. Hát azt mondom, hogy hogy csinálj pillanat, mindjárt visszajövök a csákányért. Csak hozok le egy pár lapiszt. Úgy. És encántalak egyes szintűre, mármint egy ilyen egyes enchantba kerülőt a csákányomra úgy, és akkor hát ha most már jobbakat fog dobni, gyengéd érintés, ez nekem nem kell, nem kell kardra, töretetlenség 3, az se kell nekem, és íra pedig láng, az nem olyan rossz, csak az a probléma, hogy ugye bár ezt a sárkány akarjuk használni, szóval annyira nem jó, használjunk el megint egyet erre, így már élesség 4, hatékonyság 4, és törhetetlenség 3, no most jön az a része, amikor hát el kell mennem XP-t farmolni, szóval, ja, én szerintem el is indulok, és hát hát igazából a többi cuccot vihetem magammal, szóval a probléma úgy lesz. És egyébként videón kívül farmolgattam az állatokat, meg újra őket, meg ilyenek. És hát viszonylag sok kajánk most, szóval ezt a király. Ez az utolsó birka ús, még gyorsan megeszem, és akkor legalább azt se foglalja majd a helyet az inventorimba. sok kő pedig nem kell, annyi van már otthon is a ládákban belőle, hogy nagyon durva. Egy kicsikét természetesen részek között, mint mindig rendet raktam, szóval közben megleptem a mikrofont, ez nem tudom nektek mennyire volt hangos. E, lényeg, hogy rendet raktam, és, e, és most már azért minden királyabb. Hát, kardot azt nem hoztam magammal, viszont szerencsére így bármikor tudok craftolni, ugyanis volt nálam már alapból is barkács és, és igen, ez egy kicsikét át lett alakítva, és most már így néz ki. Talán valamivel jobb. Igazából, nem feltétlenül a dizájnra mentem, hanem az, hogy bejövök, és csak igazából ütögetem. Szóval most valószínűleg ö, lesz egy jó kis vágás, és ö, hát összefarmolom azt 30 a 30-as szintet, aztán megyünk vissza, enchantalunk, visszajövök, megint farmolgatok, enchantalunk, és ez lesz igazából erre a részre igazából a fő terv. Szóval ö, a következő részben szerintem, bár nem tudom biztosan megígérni, de átmegyünk az endbe. Szóval én úgy érzem, hogy ha ez a rész valóban jól sikerül, és sokat tudunk encsántolni, akkor hát akkor a következő célpontunk az már az end lesz. Közben megjött végre az első skeleton is. Szóval farmolok egy kicsikét, és akkor utána encsántolgatunk. Na jó, mint láthatjátok, meg lettem végre 30-as szintű. Ezeket a cuccokat, amit szerelszem, ezeket hát oda szépen mindig kidobálom, ugyanis hát már annyi van belőlük, hogy egyszerűen nincsen rá szükségem. Szóval igen, ezek nem kellenek, és hát ott jó helyen vannak igazából. Szóval elindulok hazafelé, és akkor jöhetnek az enchantok. Hát ezt most sem zárom be igazából fölösleges, gyorsan hazamegyek, és, és... a következő enchantunk, azt már mindjárt megnézem, mert már olyan régen vagyok itt a... Ezen a helyen, hogy már el is felejtettem, hogy mit akartunk enchantolni. Pán kardot, élesség négyre. Na jó, nem tudom, ezt majd még meglátjuk. Uh, viszont uh, ez tök jó, hogy nincsen messze ez a helység, ez az XP farmoló helység a háztól, ugyanis tényleg fél perc alatt oda meg vissza is lehet érni, ami viszont most nehezíti a dolgomat, hogy uh, eléggé este van, szóval uh, az lesz az első, hogy lefekszem az ágyikomba. komba. Uh, ja igen, és az részleg -e láthatjátok, hogy az ágyka az átkerült egy másik helyre, ez csak a falusi miatt volt, mármint hogy a zombi falusi miatt, viszont uh, Hát most már visszarakom a helyére. A helye az pedig itt van. Hogy. És alvás. Igen. Szóval akkor a következő enchantunk az szerintem egy jó kis kard lesz. Végre megeltem ezt a birkaust, És kard. Ilyen az élesség 4. Ez benne a skeleton nekem nagyon-nagyon hangosan el, de remélhetőleg nektek nem. Szóval én azt mondom, hogy kard élesség 4, hátralök lökés 2, és még lámpalos kettő is van rajta ez király. Ez tényleg tök jó. Uh, esetleg még zsákmányolás lehetett volna rajta, viszont... Uh, hát szerintem elértjük azt a pontot, amikor átvehetjük a szettünket. Így azért jobban néz ki már a dolog, szóval ez, ez tényleg tök király. És uh, ha valami olyasmi, valami ez mégis csak inkább a vas szettet vinném, akkor, akkor inkább úgy. Uh, Bolt azt még ide teszem. Viszont e, jól állunk, szóval ez így már egészen tűrhető. Gyorsan megnézem, hogy e, mik lesznek a következő enchantok szerencsára. Nem, hatékonyság 4. A szerencs az nagyon ritka, erő 4, az viszont jó. Szóval valószínűleg az erő 4 lesz a következő. Igen. Hát akkor e, szerintem <laughs> megyek vissza már jól megszokott enchantolós helyre. És kis XP farmolás után ismételten itt jelentkezem. Na ismét meg vagyok 30-as és hát nagyon-nagyon sok ideig telik, mire összefarmaljuk három szintet, ugye már ilyen magas szinten már ez eléggé hosszú időt vesz igénybe, hiába ez a tök jó kis Enchantoló, Enchantoló, szóval XP fan, de Ú, azért láthatjátok, hogy már olyan régóta veszem ezt a, ezeket a részeket, hogy a termény a videó előtt arattam, és teljesen kinőtt. Nagyon durva. E, jó, mindjárt lehet aludni, ahogy nézem, így van, megy le a nap. Viszont akkor előtte gyorsan elcsántoljunk egyet. Méghozzá azt hiszem az íjat akartuk. Mindjárt meg is nézem, ez egy tök új i és erő négy. Áj, csak erő négy. Kicsikét őszintén szóval jobbra számítottam, szerencse három. Nincs szerencse három. Súintás. Hát. Hát. Megnézzük még egy ilyat, hogy hát arra e, jobb enchant jön. Ütés kettő. Ez se túl jó. most megint az a helyzet, hogy nincsen jó enchant, szóval... Hát akkor én szerintem ezt a kőkardot. És hát hátha lesz valami jó. íra Erő négy. Az már nem olyan rossz. Csákányra. Szerencse három. Szerencse három. Oké, visszaszerezzük a csodasákányt. Ezt most elhatároztam, és ez most meg is fog történni, méghozzá még ebben a videóban, annak ellenére, hogy most már lassan másfél órája veszem ezt a felvételt, még szerintem a videó negyedénél se tartok, szóval... Hát, ez tök király, gyorsan megyek is az Enchant helyett az XP farm helyre. Lehet, hogy most már tényleg fejleszteni kéne azt az XP farm helyet, és a másikat is belekötni, mert ez így... Az így eléggé hosszú időt vesz igénybe. A következő részben mindenféleképpen az Ender szeretnék foglalkozni és, és utána akár meg is csinálhatjuk. Majd meglátjuk. Egyébként, ha nem a következő részben, hanem szeretnék inkább full gyémáncetben, potikkal, meg teljesen felszerelkezve menni, akkor lehet, hogy nem a következőben, hanem az azutáni részben megyünk el az endbe, viszont most már nagyon-nagyon ideje lenne megejteni, meg hát egy csomó-csomó-csomó Enderman formulásra még szükség lesz. Ugyanis nem nagyon van és hát ez szomorú eléggé. Ugye az előző alkalommal elhasználtuk az összeset, viszont megvan a, a portál, ami ugye átvisz minket. Szóval ez igazából pozitív, szóval valószínűleg nem a következő részben, így utólag belegondolva már inkább az azutáni részben fog ez bekövetkezni. Egyébként tök durva, hogy ez a farm az elején nem termel semmit, aztán hirtelen meg nagyon beindul. Ne, azt csak így mellesre elmondtam, de... De igen, ez így érdekes. És hát akkor, megint csak megpróbálok felfejlődni 30-ra, és akkor, hát, otthon találkozunk. Na, végre meg vagyok ezzel az XP farmolással is. Ismételten megvan a 30-as -er szint, és ismételten nagyon-nagyon hosszú időt vett ez igénybe. Na, mindegy, igazából a kardoz már tök jó, ha meg lesz ez az enchant, akkor az így is már csak jó lesz, közben kaptam egy tojást. Jaj, repülj! Szóval igen, mindenféleképpen megéri, de, de, hát ez egy hosszú folyamat, szóval rá kell szállni eléggé sok időt, és hát akkor... Szerencse három csákány. Egy szerencse hármas csákány. Léci még mellé valami jót. Töretetlenség három, nem olyan rossz. <laughs> Igazából ezt a sárkányt bármikor fel tudom javítani, szóval nagy probléma nincsen. Viszont, hát hatékonyság sajnos nem jött rá. Végtelen! Következő meg megvan, az biztos, hogy ez lesz. Üm, hát amit még majd kell enchantolni, az ez egy cipő lesz, de most a végtelen, ez biztos, hogy meg fogom csinálni. Üm, már el is indulok visszafelé. Üm, körülbelül egy ilyen 30-as szint elérése az 10 perc, 10-15 perc. Szóval, szóval igen, nem rövid, hogy három szintet tudja lépni, viszont, viszont tényleg nagyon-nagyon király, hogy van ez az XP farmoló szúcs, mert közben le tudom állítani a, a, felvételt, és akkor lepörög, megvárom, amíg letelik ez a pár perc, vagyis hát 15 perc mondjuk, negyed óra, és, és akkor utána pedig lekaszabolom őket, ami viszont ilyen szempontból probléma, hogy azt hisz, hogy korlátozva van ugye vár, hogy egy blokkra egyszerre maximum hány mob kerülhet, és hát e, ezért nem tudom azt csinálni, hogy várok mondjuk, mit tudom én, egy órát, egy óráig fut folyamatosan a játék, közben nagyon jön a creeper, nagyon-nagyon jön a creeper, nagyon jön a creeper, szia. Szóval azt nem tudom megcsinálni, mert egyszerűen megölik ilyenkor már magukat, és abból meg nem kapok XP-t. Szóval ott már az előző alkalommal is a ledavált cuccokat. Szóval igen, ezért uh, elég gyakran el kell néznem, viszont uh, ez van. Na jó, gyorsan megcsinálom még ezt az XP farmot is, és akkor most már végre meg lehet a jó íjunk, illetve még csomó jó cuccunk van már. A gyilváncetünk tök király, a kardunk egészen jó, a csákányunk hát hatékonyság kellene még, de egyébként egészen jó. Az íjunk van egy erő négy, hogyha lesz egy végtelenes íjunk még pluszba, akkor az tök jó lesz. És e, szerintem nagyjából ennyi kell. következő részben szinte már biztos vagyok benne, hogy nem megyünk le az endbe. Ugyanis e, potifőzés még biztos, hogy kell. Illetve hát nem ártana összeszedni azt a gyémáncet. valószínűleg az lesz, hogy e, videón kívül lemegyek a bányába és, e, és maximum bevágok néhány jelenetet a bányászatomról, hogy nehogy azt mondhassátok, hogy, hogy a gyémántot. Szóval igen, szerencsé hármasság így már jóval könnyebb lesz uh, szerezni jó sok gyémántot. Szóval ez tök király, hogy van ez a szerencsé Viszont akkor én most farmolok még egy kis XP-t, és akkor utána találkozunk. És ismételtem megvan a 30-as szint, ebben a videóban szerintem már jó sok adjára... Ú, uh, közben ez a Creeper majdnem felrabant. Szóval már eléggé sokszor meg volt az a 30 as szint. Ó, uh, ott van ott egy falusi zombi, szóval... Hát azt most én nem fogom tudni befogni, mert gombát ezt azért nem szereztem, de hát majd talán később. Gyorsan lefekszem egyet aludni, és, és akkor most már meg lesz végre a végtelen egyes íjunk, ami nagyon király. Utána ezt még össze kell enchantolni. Jó? Nem ez kell, hanem így, és végtelen egy erő négy ütés kettő. Magyarul, ha ezt a kettőt összerakom. Ötért, akkor lesz egy erőt, ütéskettő végtelen egyes íja. Ami. tökéletes. Szóval, szóval igen, ez, ez nagyon nagyon király. E, így való de már nem is kell jobb, maximum a láng, de, de ez az erőt. Ez már amúgy is simán. Mindent vissza szóval, hát innentől kezdve az a helyzet, hogy a nyilakra nem nagyon lesz szükség. Um, a nyilakat azt egyébként nem is tudom, hogy hol tartom. Azt hiszem itt az eszközöknél, vagy nem is tartok nyilakat, mert feleslegesnek gondoltam. Nem tudom, úgy tűnik, hogy nem. Viszont, uh, hát egy stacket azért elteszek, hogyha esetleg valami probléma történne, bár nem valószínű, hogy fog. Egy stack maradjon itt, meg egy stack mondjuk maradjon nálam, és is akkor annyi. És akkor többit pedig ki lehet dobálni. És uh, hát a következő enchant, uh, cipőre még mindig nem jön, sajnos normális. Egy csákánynak kellene egy szerencse négy, csak az a probléma, ám mondjuk ezt a kettőt ezt össze lehet rakni. Hát ha szerencse, a szerencse, ha ne, nem szerencse, hanem hatékonyság jön. Hatékonyság négy jönne a csákányra, jó. Akkor valószínűleg az lesz, hogy, hogy elmegyek bányászni. és, és akkor majd onnan tudok szerezni. Uh, viszont szerintem ezt már nem ebben a részben fogom én megcsinálni, ugyanis hát nem tudom, hogy nektek ez, ez hány perc lesz összevágva. Közben kipróbálom az iát. Bam! Nem halt meg a creeper, ez szomorú. Kell a Az az, Azaz, a skeleton viszont, hogyha teljesen kiűzök, akkor meghal, király. Szóval, uh, még van mit javítani a cuccainkom igazából minden cucconkom de, de nagyjából azt nem tök jól hallhatunk, szóval megvan a full négy, bármint, hogy majdnem full 4 négy szettünk van. Egyedül a csizma kell még, abból sajnos még nincs egy gyémáns, és emiatt nem sikerült. Szóval ez szomorú. De, de most akkor elindulok bányászni mondjuk um, abba az irányba. És, és hát nem tudom, szerintem... Hát azt még most felveszem, és akkor ezt a részt ezt egy, ezzel kiegészítem. Uh, nagyon remélem, hogy hamar találok valamit, mert most már uh, ke kicsit kezdem érezni, hogy sok lesz a Minecraft. Jó, mondjuk igazából csak a játék futott sokat, én nagyon jól pihengettem közben, de, de akkor is most már ez a felvétel nagyon régóta megy, és uh, hát is csak ezért le kéne stoppolni. Összevágva szerintem nektek nem lesz túl hosszú, szóval ettől nem igazán tartok, viszont... Uh, viszont hát nekem, elég hosszú idő, hosszú idő volt, amikor ti nézitek ezt a videót, de hát igazából megéri, mert tényleg most már nagyon-nagyon jól haladunk. Minden megpróbáltam elkövetni, hogy a következő részbe átmessünk az endbe. Hát ezen még nagyon-nagyon vacilálok, hogy vajon át tudunk-e menni. Ha esetleg videón kívül, vagy mondjuk a videó elején tudnánk potikat főzni, hogyha már előkészítenék minden alapanyagot, és nekünk már csak el kéne készíteni, és egy ilyen 5 perc alatt le tudnánk az egészet, akkor végül is el lehetne menni. Közben nem tudom, hogy hova jövök Nem mondjuk menjünk a mezőre. Talán itt még nem nagyon voltam. Szóval, szóval talán az egy megoldás. Hmm, meglátom. Az, amiatt, amiatt vagyok még nagyon nagy gondban. Hogy 12, azt hiszem 12 Ender Pearl helyett Ender szem kell, szóval Eye fender kell. És igen. De egyébként a, az az oszlop az, az pont azt jelenti, hogy merre kell tovább haladni a, a portál felé. Ó, oh, ez a bányai jó is lesz. Hát uh, arra. Arra. E, jó, viszont akkor én lemegyek ebbe a bányába. Egyébként, hát felképpen nincsen túl sok, illetve szén sincsen túl sok, de a válasz, azt hiszem nagyon jól fogjuk tudni szedni. Ó, oh, jó lesz az akar nekem. Igen, a szénből többet fogadni, király. Ez viszont jó ír. Meg hát ugye nyilvánvalóan gyémántból is jóval többet fogadni. Már csak egy, egy, hatékonyság négy kellene rá. Mert, mert hát az azért nagyon-nagyon megdobja. Szóval a következő jelentcsönt az mindenféleképpen az lesz, viszont az egy gyémántot kell szerezni. Most bányászok egy kevés szenet, mert kelleni fog. Ugyanis otthon is mert kevesebb mint egy stack van. Nagyon-nagyon sokat használok szenet. Bányába is, sütögetésnek is, meg igazából mindennek. És szerintem most jön az, hogy többen is jeleztétek már, hogy a bányászat ez nem a legizgalmasabb része, és hogy lehet egy picit kevesebb, szóval így fogok tenni. Most valószínűleg ö, megpróbálok lejjebb jutni, és hogyha találok valamit, egy új bányát, vagy valami ilyesmit, akkor azzal jelentkezem. Nagyon remélem, hogy nem ez lesz a komment szekcióban, hogy biztos becsaltam, mert tényleg nem akarom becsalni. Ez jó volt. Uh, ugyanis azt gondolom, hogy ha csalok és beadolnám, akkor annak mi értelme lenne, de tényleg akkor egyáltalán nem küzdöm, küzdöttem volna érte. Ilyen alapon átválthatnék kreatívval, és az egészet végig játszhatnám úgy, oké, okay, elkezdek lefelé uh, Arra jutottam, hogy talán az úgy hatásosabb lesz. Szóval én mindenféleképpen ezen a véleményen vagyok, szóval tényleg nem fogom uh, beadolni. Uh, aki elhiszi, az elhiszi, aki nem, az nem. Amúgy is elé még egy ilyen rövidebb cucca szerintem még be fogok vágni. Ó, oh, közben itt egy ványa. Ahol ha jól látom, vannak is cuccok, de azért full véd négyes szedben már nem elek vele. Jaj, hogy egy tenevér volt. Gyere ide! A, oh, na, 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 arra biztos, hogy nem megyek, boszorkány. Á, pedig arra kell majd mennem, mert az nagyon felfelé vezet. Majd utálom a boszorkányokat. De nem ér, légy szüvesen, gyere be elém. A boszorkányt szeretném lelőni. Akkor gyere be elém. Most van egy tök jó végtelenes ilyen szóval ez azért megkönnyíti. Valahogy innen távolról meg is van. Kettő lövésből. Úgy, nagyon-nagyon sok lesz a szörny. De hát ilyen cuccokkal már azért könnyebb a bányászat is. Na ez viszont a kire. Úristen mennyi szörny. Nem baj, full véd négyben vagyok, szóval talán ez annyira nem veszélyes. Vesz És eddig még vágni se kellett, szóval hogyha itt talán egy gyémántot, az lenne a legesleg királyabb. Durva ez az ütés. Jó, akkor először a skeletont úgy, zombi, creeper lenne a következő, és még egy zombi. Nagyon durva váladunk és itt már van arany is, ami tök jó, ami azt jelenti, hogy folyamatosan egyre mélyebb e helyekre jutunk le. Már egészen mélyen vagyunk, mindjárt megnézem, hogy pontosan hol, azt mondja, hogy 26. Ami azt jelenti, hogy most már mindjárt itt vagyunk gyémán szinten. Tök jó, tök jó. Oké, sziasztok. Durva ez az így. Még kéne neki egy láng, és akkor már konkrétan mindent egy lövésből szedne. Oké. Okay. E, vas most annyira nem kell. E, gyémátlára lenne, ugye nyilvánvalóan szükség. Kard, mutas valamit. Mutas valamit. Mutasd, hogy hogy kell megölni a Skeletont. Mm. Ja, ölte igazából. Ezt még úgy is fogom fejleszteni, szóval ez majd még durvább lesz. Ho-ho-ho! ez a tetszik. A pók az kevésbé. Jó, maradok az Ínél. Hello. Oké. Okay. Na, ez egy tök szép kajam. Ne essek le a vízbe. Jó, akkor, hát akkor én elkezdek erre felé menni. És hát úgy tűnik, hogyha valóban én ezt igazából izgalmasnak találom, szóval... Szóval nem is olyan szívesen vágok bele, de... De hát, hogyha nektek a bányászat az nem a legizgalmasabb rész, akkor valószínűleg egy kis is vágás, és hát, ha találok gyémántot. A, az, hogy benyomtam ugye az f 3 mert, mert, mert hát azért úgy talán kicsivel több esélyben gyémántot szerezni, például van Redstone, Redstone nal sokra nem megyek. E, hát, ha hát, ha találok valahol gyémántot, megiratztom szóval itt fogok én lehet egyébként, hogy valami vas csákánnyal kéne, csak ez meg nagyon lassú azt meg nem szeretem, hogyha valami nagyon lassú hát igazándiból szerintem olyan 10 gyémánt alé már meg lennék elégedve, Följavítanám vele a cuccaimat illetve ki nyilván kellene majd egy uh, ám mondjuk kellene egy új csákány, meg kellene egy új csizma hmm, 15, legyen 15 gyémánt azzal már teljes mértékben meg lennék elégedve Egyébként lávát hallok, azt hiszem erről. Na valami. Meg vizet is hallok valahonnan. Á, meg is van. Gyement. jément Gyementet akarok. Please, legyen így Valahol. Na please. Gyement. Skeletom. Most már nem csökte vagy kemény az íjaddal. és nekem nagyon durva ilyen van, szóval... Gyémánt! Gyémánt, 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 gyémánt! És még gyémánt! Ez hogy? Ilyen közel egyáltalán lehet egymáshoz gyémánt? Jó, nyilván lehet, mert hát itt generálódott. Mennyi lesz belőle? Léci legyél sok, léci legyél sok. Két helyen egymás mellett gyémánt. Hát mondjuk nem lett túl sok belőle. Mert csak ilyen kevés volt, de... De kettőször... Kettő gyémántot találtuk, amiből 8 darab jött össze. Szóval megduplázta ez a csákány. Ez a csákányhez képes még durvább dolgokra, viszont konkrétan egymás mellett volt gyémánt. Nagyon-nagyon király és... Mi? Mi? Ez nem lehet. Na, akkor a komment szekció most szóljon mondjuk arról, hogy írjátok le, hogy nektek volt-e már ekkora szerencsétek gyémántal! Hogy konkrétan egymás mellett kettő, és egy kicsikét odébb mentek, és még, hát nem tudom, hogy ez mennyi lesz, egy, kettő, három, négy, még négy gyémánt, és már húsz, megvan a cél, megvan a célunk, az, hogy 15 gyémántot összeszedjünk, hát ez így még több lett, ha itt is lesz, akkor én nem tudom, mit mond, én nem, gyémánt, jó, körülnézünk azért itt, mert ez a hely brutális. Húsz gyémánt, konkrétan egy helyen. Wow. Oké, okay. én, én, kiakadtam. Vagyis hát nem kiakadtam, mert nagyon örülök, csak inkább... Na, nem is tudom, hogy ezt hogy fogalmazzak. Nagyon durva. Jaj! Ez kicsit mély. Ezt nem kéne lehet erőltetni. Majd arra is, ahol az előbb voltunk, arra is el kéne nézni, de itt jobban érzem a gyémántnak a szagát. Gyémánt? Nem, nem, pici zombikat utálom. Nagyon gyorsak, és, és, és nem szeretjük őket. Igen, úgy. Gyémánt vadászat. Oké, gyerünk tovább. Nagyon király ez a bánya. Jaj de király. Na, hát az a helyzet, hogy innentől kezdve már tényleg... Ö, lehetőségeink szinte végtelenek. Ugyanis a gyémánt megvan. Innentől kezdve, ami még nagyon fontos lesz az endbe, az, hogy endermenek egy ilyen ami hát nem tudok örülni neki. Jó, erre már nincsen semmi. Még egy kicsi gyémántra azért. Nem, nem azt mondom, hogy szükség lenne, de azért örülnék neki. Hát a hát a valami. És most már, hogyha találok, csak azért se vágom, me vágom össze, mert hogy hogy lássatok, hogy tényleg nem az volt, hogy beaddolta. Most is láthatok, random leásnám egy helyen, és wow, nagyon durva. Jó, hát itt már sajnos nincsen, de, de hát most ez is óriási teljesítmény szerintem, hogy ennyi gyémánt egy helyen, nagyon durva. Hát ezt az egy lapüst ezt kiszedem. Az igen, lehet belőle bőven. Hát szenet szedjek. Hát kéne, de á, nem akarok szenet szedni. De durva. Oké, okay, erre már nincsen semmi. Jó, megyek vissza felfelé. Jó, ez a ványa, ez eléggé nagy, szóval ezzel én nagyon kivagyok békülve már most. Oké, okay. ezt leteszem az utolsó fáklyát, és akkor kéne még craftolni. Oké, okay, kell még bot, mondjuk legyen ennyi. Szép volt, úgy, úgy. Úgy. Nem, nem nyert. Oda. Te nem kell lesz, nem kell lesz, kicsit átrébb te nem kell lesz, te nem kell lesz, te nem kell lesz, te nem, kell lesz te nem kell, nem kell. Nem kell. Mi nem kell még? Ő se kell, ő se kell... Ő se. Nem, te kell lesz, te kell lesz. Te nem kell lesz. Úgy, mehetünk. <laughs> Ó, de föl még föl érdemes nézni. Nem tudom, hogy hányas szinten vagyunk. Talán annyira nem jöttem még föl. Jó, egyelőre szörnyböntes övezet. 21-es, hát itt már az a probléma, hogy nem nagyon lesz gyémát. Az igen, hogy leugrott. Rendesen nagyot ugrott. Tudnak ilyet is? Nagyon jó, az úrva. Az a probléma, hogy itt már tényleg nem nagyon lesz gyémánt, ugyanis. Hát mondjuk megyünk lefelé. Ott egy falusi zombi. Hellóka. Jöttem látogatóba. Kicsi csak a creeper. Creeper barátaidnak nem akar szólni, hogy mondjuk ne öljenek meg? Most jó ez a knockback, ugye? Van rajta és hát is. Van bizony. Creeperök ellen ez, ez, kifejezetten jó. Oké, okay. mennyi hátra. Akkor haj meg, nekem az is tökéletes. És igen, itt már nem nagyon van cucc, és, és én azt mondom, hogy elérkeztünk arra a pontra, hogy érdemes lenne fölmenni, ugyanis innentől kezdve megvan minden, amiért lejöttem. Nagyon-nagyon hamar sikerült összeszedni mindent. Hát ez nagyon durva. Ez nagyon-nagyon durva. Oké, okay, gyerünk felfelé. Jó király. Na jó, gyorsan ha hazamegyek, és akkor még pár dolgot csinálunk. Esetleg még egy gyencsát is belefér, és aztán most már tényleg lelő van a felvételt, mert már tényleg nagyon-nagyon hosszú lesz. Nem tudom tényleg, hogy nektek mennyire hosszú, hogy még biztos, hogy nem a felszín. De, de nekem már nagyon-nagyon hosszú, és, 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 és most már elég. <laughs> szóval, szóval, ja, gyorsan felmegyek, és, és esetleg még gyencsát valamit. Ó, oh, jaj, 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 mennyi szörny, Jézusom! azt a mindenit, és két boszorkány. Na, nem, 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 hülyéskedünk. Valahogy próbáljak már meg hazajutni. Hol van az az oszlop, amit építettem? Azt hiszem arra van egyébként az út, de nem vagyok benne biztos teljesen. Jó, inkább fölmászok a fára. Közben bocsi, megint megrögtem a mikrofont, ez lehet, hogy megint kicsit hangos volt, de most már elvileg jó. Oké, okay. szóval azt hiszem arra kell hazafelé menni. Szép volt. Szóval el is indulok, ez is szép volt. Ehm, haza kéne jutni, mert azért ennyi cuccot most már nem szabad elveszíteni. Sok a szörny, de hát igazából majdnem full véd 4-es szedben vagyok. Ehm, biztos gyere kell jönni? Majd meglátjuk. Enderman, 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 azokat szeretem, főleg full, full véd 4-es szedben. Na kérlek, dobj enderpearl Kérlek, kérlek, please, please, Enderpearl. Hol mész? Gyere már ide. Gyere már ide, úgyis meghalsz. Hol vagy? Ott van. Hol vagy? Jaj, ne fuss már el. Úgyis meg fogsz halni. Na mi van már? Aj creeper. Van fontosabb dolgom is nálad. Hova tűnt? Hova tűnt az előző Enderman? Komolyan eltűnt! haj meg! Enderpearl! És nem tudom t Ah, Pedig de jó lett volna, hogyha legalább egyet kapunk, de nem Sajnos sajnos nem kaptunk Viszont ö nem tudom, hogy hol van a hazaút. Help! nek a csontváz a kis. Hol van a hazaút? De komolyan! Merre kell hazamenni! Hmm. Kéne valami ismerős jel, mondjuk ez a fenyőerdő, amit ott a távolban látok kirajzolódni, ami lehet, hogy nem is az. Jó, ott van valami. Az azt jelenti, hogy arra van a sivatag. Na várjunk, merre kell akkor innen menni? Ez itt az a jelző tudsz. Igen. Igen, arra kell talán tovább menni, szóval arra van a bázis. Nem vagyok benne teljesen biztos, mindjárt meglátjuk. Enderman! Barátocskám, hova futsz? Nem akarlak bántani, csak kicsit. Az a baj, hogy ez a tűz, ez az Endermanek ellen nem túl jó, mert elszpannolnak és ott halnak meg esetleg. És próbálom követni a szememmel, hogy hova megy, hogyha esetleg véletlen meghalna, akkor se legyen túl nagy probléma. Enderpearl, ez az! Már van egy darab a 12-ből. Nagyon jól haladunk. E, az már a mi falunk. Így van, király. Hát három enderman egy dobott. Egyet. Hát, kéne az a zsákmányolás enchant a kardra, az a helyzet, de mm -hmm. azért most nem tudom, csináljak egy új kardot. A többi enchant az már a következő részre marad, mert ez már így is iszonyatosan hosszú. Szerintem én még soha nem vettem fel egyszer ilyen hosszú videót, de még live-ban sem. Szóval ez most már több mint három órája megy. És e, három óránál hosszabb live még nem is volt, szóval durva, durva mindenféleképpen, viszont e, tök sokat haladtunk, tök jól állunk, szóval hazamegyek, lekraftolok pár cuccot, az még szerintem belefér, és és akkor annyi. Ja, valahogy így. Oké, okay. gyorsan ezt a nyolc aranyat pont egy szín alatt ki tudom sütni, tökéletes egy szém, arany és 20 gyémánt. Összesen mennyi van? 21. Jó, kicsit többre számítottam, de ez így is jó igazából. Csinálok akkor egy ilyet, meg csinálok egy sákányt, meg csinálok egy kardot. Igen. 12 gyémántom marad. Tökéletes. Tökéletes volt ez a bányászat. Na nézzük majd mit kell lencsántolni következő alkalommal. Következő alkalommal még valószínűleg nem megyek be le az endbe, hanem azután. Hát ez zs zsákmányolás 3. Megéri. Hát végül is, ha jön még egy élesség négy mellé, akkor megérheti. Tudjátok mit? Ehm... Um, elmegyek az enchant helyre, és akkor ott fogok elköszönni, mert mert most már több nem fog beleférni, viszont következő részben folytatjuk, és, és, nagyon fullosak leszünk szerintem. Ott valószínűleg potikat fogunk főzni, illetve a be zencsátorásokat befejezzük, és valószínűleg lesz egy kisebb endermen vadászat, legalábbis valami összeállítás belőle, vagy valamit majd kitalálok, hogy azt hogy fogom megvágni jól. Uh, és akkor a következő részben, már tényleg következő utáni részben már úgy fogunk jó kezdeni, hogy ott állunk az ennél és begyújtjuk, és már megyünk is. Ja. Oké, okay. visszatértem az enchant helyre. Gyönyörű, szép. Jézusom, már mennyit láttam ezt a helyet? Nektek körülbelül egy percet, ha láttátok. Én azért jóval többet itt kellett állnom, és akkor vártam. Izgalmas, mi? Na jó, mindegy. Uh, Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Így szebb. <laughs> szóval... Akkor így. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot. Illetve, ha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel. Hú, de hosszú lesz ez a videó. Mármint, hogy nekem. Összevágva még mindig nem tudom, hogy mennyi. De ha nektek is csak, akkor remélem, hogy nem túl tömör, és hogy néha-néha egy ilyen rész belefér. Következő részben, illetve ebben a részben is rengeteget haladtunk. Közben pont most kell leesni a csontvázaknak, ott látszik is, mindegy. Szóval tényleg köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Én Ádám voltam. Sziasztok!